Jó estét mindenkinek! Sziasztok! Az előző prezentációt hallva most valahogy támadt egy olyan érzésem, hogy talán ott folytatjuk, ahol Péter abba hagyta, hogy miért ezt majd mindjárt meghalljátok. Egy könnyedebb témáról lesz szó, az Ittabuszról. Az ittabusz.hu egy online menetrend, amit bármilyen eszközről használhattok, amely rendelkezik aktív internet kapcsolattal és egy böngészővel. Az Ittabusz egyébként egy hobby projekt, amit Tákos barátommal ketten a szabad időnkben csinálgatunk. Rólunk annyit kell tudni, hogy mindketten úgy közel második évtizede vagyunk a szakmában, és Ákos jobbára fejlesztőként, én pedig grafikusként töltöttem ezt az időt. A legelején még szeretnék köszönetet mondani, először a BKK-nak, mert hetente, jelenleg heti rendszerességgel elérhetővé teszik ingyenesen az aktuális, legfrissebb budapesti menetrend adatbázist. Másodszorban pedig Évi néninek szeretnék köszönetet mondani. Évi néni, ő a mi babysitterünk és az Ittabusznak az egyik ötletadója. Évi néni ma is pontosan érkezett, mert ő szeret pontosan érkezni, ezért lehetek most itt. Amit tudni kell róla, hogy azon kívül, hogy érvényes BKV bérlettel rendelkezik, ezen kívül ő viszont nem rendelkezik számítógéppel, nincsen otthon számítógéppel, van viszont okostelefonja, amire azonban nem telepít alkalmazásokat. És általában véve is a praktikus megoldások híve, az Ittabusz tulajdonképpen neki készült, és mindenkinek, aki szereti az ilyen egyszerű és gyors megoldásokat. Át is adom a szót Ákosnak. Igen, én vagyok az Ittabusznak a garázsmestere, én vagyok a One Man, ez a Swiss, nem tudom micsoda. Én nem csináltam semmit, tehát nem tudom, miért hívtatok meg minket ide. Én a GTFS-ről szeretnék egy kicsit beszélni. 2005, persze Amerikából jön, persze a folytatás, hogy a Google látott benne fantáziát, az egyik kollégájuk 20%-ot, és akkor a portlandi buszadatbázist fölmeppelt a térképre, nagyon örültek neki, de rengeteg szívás volt vele. Ez körülbelül olyan szinten mozgott, mint annak idején a Matáv telefonkönyvet CD lehetett megkapni, és akkor mindenki ezt nyomta, emlékszem, PC-vörtök kezdve mindenütt. Kezdetben ez Google Transit Feed-ként futott, most már átnevezték General Transit Feed-re, mert a Google próbál megszabadulni tőle, hogy minél többen használják. Szerencsére a BKK is lát benne fantáziát, és ezért elkezdték. Én nem vagyok egy nagy programozó, ezért fogtam egy eleve létező cuccot, ez a One Bus Away nevezető projekt. Ezt egy Brian Ferris nevezető amerikai srác csinálta, most már a Google-nél dolgozik Zürichbe, és pont ezen a Transit and Direction Services-en dolgozik. Ez egy moduláris cucc, Java-ból írva, van hozzá, persze van hozzá webes, mobilos interfész, androidos, iPhone-os, SMS-es, minden. Mi ezt nem használjuk, mert mi okos gyerekek vagyunk. Ez igazából fogja a Google által standardizált GTFS csomagot, ami tulajdonképpen egy nagy textfájl, és ebből csinál egy H2-es adatbázist, ami in-memory adatbázis. Ez nagyjából 3 perc alatt le lehet generálni. Kipróbáltam standard adatbázissal is, az másfél napomba telt volna, de megállítottam. Utána néztem, ez azért van, mert az adatoknak a tulajdonsága olyan, hogy ez egyszerűen ennyi időbe telik. Tehát maradunk az én memorinál. Itt egy kicsit a gépházról. Egy Linuxon, egy virtualizált Linuxot bérlünk, azon fut egy Tomcat jailbe, ezen fut a maga a GTFS adatbázis, e fölé rá van rakva a maga a One Bus Away-nek az alkalmazása, és az a sok JavaScript, amit én írtam. Hogyha tovább megyünk, igen, tehát én egy JavaScript alapú klienst írtam, ez JSON-t fogyaszt a API-jából a One Bus Away-nak.
Én Backbone-t használok, 4 view van összesen, ez átlagosan 100 sor kód. Kihasználom az underscore-t, meg van egy kis jQuery. Ideig összesen, igaz ugyanúgy a nyár elején kezdtük, de összesen 3-7 fejlesztés van, mert apukák vagyunk. Ez éjszakai projektünk, tehát én úgy is hívom, hogy apukák az éjszakában, itt a busz.hu. És ez beta projekt, én általában a BKK pénteken esténként adja ki a menetrendet, úgyhogy én pénteken éjjel egy sör mellett fordítom az új adatbázist, és nyomom föl, és erről szól mostanában a életünk. Igazából mi semmi speciális nem nyújtunk, még egyszer mondom, de mi nagyon élvezzük. Én nagyon igyekeztem az 5 percemben maradni, úgyhogy... Szuper, kérdés. Fú, rengeteg kérdés, igen. Én csinálod otthon. Igen, én ezt a Gyurinak mondtam, hogy kérdezze meg, hogy hányan használták már. Ez egy online menetrend. A Gyurinak az volt az ötlete, hogy 3 kattintásból tudnak, hogy mikor jön a busz. Első kattintás kiválasztott, hogy hanyas busszal szeretné menni. Második kattintás kiválasztott, hogy melyik megálló. És a harmadik képernyőn látott, hogy mikor jön a busz. Sajnos itt nincs internet, tehát nem lehet bemutatni. Tehát mi ehhez képest, a többiekhez képest, én úgy érzem, hogy rendkívül komolytalanok vagyunk, de egy piaci részt igyekszünk betölteni, és mindenki azt kérdezi, hogy is miért nem csinálunk mobilos alkalmazást, mi nem hiszünk ezekbe. És mivel a BKK most ezt a GTFS adatbázist hetente frissíti, én úgy gondolom, hogy senki nem akar 130 megát vagy a diffelést letölteni hetente a telefonján. De létezik annyi. Vannak mobilapok, de az ő menetrendjük nem tudom, hogy frissül, mert szerintem sehogy. A miénk az mindig tehát én péntek este ott, amit látom, hogy jön. A BKK kirakta ezt egy feed formátumba először, de aztán azt eltüntették. Igen? Miért 130 megásra a budapesti menetrend? Mert egy ilyen textfájlban van az egész, egyébként nem olyan nagy, hogyha az ember átrakja a adatbázisba, de ami extra a menetrendhez képest, hogy vannak benne GPS koordináták, a mi következő verziónkban már térképes integráció is lesz, stb. Szerintem ezért ilyen nagy. Igen. Mikor lesz a következő? Mondtad ezt a térképes integrációt, de igazából még térkép sem kell, csak egyszerűen mondja meg, hogy ott, ahol vagyok, mikor jön a következő lágyó. Hát ha szeretnéd, akkor megcsinálom a hétvégén. Felhasználunk, abban benne van a lehetőség, mivel mi ezt ilyen éjszakai hobby projektként csináljuk, amikor van rá idő. Tehát ez a hajnalban haza akarok jutni, és csak egy gombot tudok megnyitni. Bele lehet rakni, és szerintem egyszerű is lenni. Igen? És esetleg van egy negyedik kapitásod, és tényleg jött a busz, és statisztikát a busz. Röhögni fogtok, az eredeti alkalmazásban, amit mi használunk backendként, ott megírták ezt, hogy lehet feedbacket adni az alkalmazás készítőinek, és akár lehetne így is, hogy nem jött a busz, kapjátok be, vagy jött a busz, oké. De ez a, tehát mivel a BKK vagy BKV ugye most ezt a GPS alapú rendszert nézi, nem tudom, elvileg a rendszerünk azt is tudnál támogatni. Ott hátul kérdezték el. Hogy teljesen szimbolikus, nem ebből akartok ennyisen gazdagok lenni, nem gondolkodtok azon, hogy még egy GitHub-ra vagy akár, hogy kitoljátok a forrást? De gondoltunk rá, én feltétlen gondoltam rá, nem akarunk ennyisen gazdagok lenni egyelőre, nekünk csak a pénzt üszi, tehát a szervert mi béreljük, nem kapunk senkitől semmilyen támogatást. Tehát ez egy hobby projekt mind a kettőnknek. Rakjátok ki GitHub-ra. Rakjuk ki GitHub-ra, jó. Igen. És azt
milyen statisztikátok vagy hányan használják? Kevesen használják, mert mi nem promotáltuk ezt sehol. Nagyon meglepődtünk, hogy a Origon lehozta egy cikk, akkor volt egy 4000-es hitünk. Én nagyon tartottam tőle, hogy lerold az egész rendszer, de nagyon jól bírt. Igen? Hogyan látjátok a jövőjét? Most jön a tél, tehát nagyon sötétek, de tehát vannak ötleteink, még egyszer mondom, nekünk ez egy hobby projekt. Vannak ötleteink, térkép, Facebook, stb. Tehát szerintem van benne potenciál. Igen. Olyan problémák nincsen, hogy most leülünk és azon gondolkodunk, hogy úristen, mit csináljunk. Tehát van mit. Csak mikor? Igen, van még időn kérdése, vagy van még kérdése? Csak nézom valaki elő, bocsánat. Mikor lesz színes a troli? Mikor lesz színes? A BKK most már az adatbázisába beletette, hogy színesek a járatok. Tehát ez is a hétvégén. Annyi, hogy nekünk nem tetszenek azok a színek, tehát valószínűleg át fogjuk állítani a színeket, de ez is kész van. Nálam fut a saját gépben egy fejlesztői változat, ami bár színes a troli, és ebben van már térkép integráció. Ha jól emlékszem, lila, sötét lila. Sötét lila. Tehát azt valahogy, ha jól tudom, pár busznál, vagy nem tudom, hogy egyiknél, a BKV tudja, vagy a BKK tudja, hogy azok a buszok hol vannak. Ez nagyon távol, hogy ezt beintegrál? Hát amint a BKK ezt az információt elérhetővé teszi, akkor mi is tudjuk szolgáltatni, de mivel nem tették elérhetővé, ezért mi nem tudjuk szolgáltatni. Akkor megállóban is tudnám azt, hogy már csak két perc. Igen, ez jó lenne. Én ahonnan jövök, ott ilyesmi a rendszer, és ott kiírják, ott tudnánk szolgáltatni. Arra nem gondoltatok, hogy az előző járatot is megmutatni, tehát nem csak azt, hogy mikor várható, hanem mikor fel a... Van teljes menetrendünk, tehát hogyha arra kattintasz, akkor megkapod, hogy mikor volt az előző járat. Tehát, de hogy az is volt az információt, hogy nem csak az, hogy 5 perc meg kéne jönnie, hanem hogy 1 perc ment el az előző. Igen, egyébként amikor ide jöttünk, akkor idefele jövett, a 72-es trollival jöttünk, és a Gyuri meg is jelezte, hogy nézd már, ez hamarabb jött, mint a kiírt menetrend. Tehát mi ezért mondom, hogy ez egy hobby projekt, még egyszer mondom. És a másik az, hogy a BKK-s GTF-es formátum érdekes. Tehát ebben benne van, hogy standard, tehát hogy szabványos, de például a múltkori, azt hiszem 2-vel ezelőtti release-ben voltak BKK által hozzácsapott mezők, amik nem standardak. Aztán például az Index Fórumon kaptunk kritikákat, hogy mi ez a szar alkalmazás, és értelmezhetetlen. Ez egy hobbi alkalmazás, még egyszer. Igen, ott hátul is voltak kérdések, utolsó kérdés. Igen? De próbálunk, a Gyuri barátomnak sikerült találni olyan, mondja, elmondja. A helyzet az, hogy most is vártunk ide valakit a BKK-től, sajnos nem tudott eljönni, nem hivatalos minőségében persze, tehát így barátilag meghívtuk. Mindenképpen kell, hogy tartsuk velük a kapcsolatot, és igyekszünk is. Én azt gondolom, hogy nagyon pozitív eddig a visszajelzés, amit kaptunk, de hát azért ezek a menetrendi eltérések, én nem hibának mondanám ezeket, ezeknek az egyeztetése, ez elég hosszú folyamat. És hát én azért nem hibának mondom őket, mert ez a meglévő rendszerből adódik, amikor generálják ezeket, és hozzá kell tenni, hogy ugyanúgy, ahogy mi, szerintem a BKK is tanulja még ezt a formátumot, idővel majd ez egyre jobb és jobb lesz. Tehát hozott anyagba dolgozunk. Köszönjük.